Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság és a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén veszünk most részt. Én Balta Tusek János vagyok, a PPH egyik igazgatója. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van, két fiú gyermeket neveltek föl. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett volna egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. És most szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai képzés első részét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bemutatást! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Nem jó irányba halad? Sok az etikátlanság? Elnyomás is. Manipuláció. Szeretetlenség. Irítség. És hogyha így halad tovább, akkor hova fajulhat a dolog? Na beszéljünk egy kicsit erről, hogy hova fajulhat a dolog, jó? Tehát ugye nézzünk két dolgot, jó? Tehát olyanról már mindenki hallott, hogy gazdasági válság, nem? Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Jó, tehát hallottál már olyanról, hogy gazdasági válság. Volt egy pár a föld életében itt az elmúlt 100 évben, nem? Az első az a 20-as években volt. Mi lett a gazdasági válságok közvetlen következménye? Tehát amikor bejött egy gazdasági válság, akkor mi lett a következmény? Pénzromlás, igen, aztán... Munkanélküliség, éhezés, igen, életszínvonal csökkenés, tehát elszegényedés, úgy is lehetne mondani. Sok cég csődbe ment, sok vállalat csődbe ment. Így van. Tehát voltak ilyen gazdasági válságok az elmúlt időszakokban, és
vajon ezek a gazdasági válságok ezek minek hatására jöttek létre? Szerintetek? Volt valamilyen érdek mögötte? Igen. Manipuláció, így van. Mit mondtatok még? Tehát, hogy mi miatt jött létre? Hát az ilyen szándékos. De amikor mondjuk nem annyira szándékos. Tőzsdét mondtátok, igen, tőzsdét. Tehát tőzsdei problémák. Tehát ugye mi miatt jöhet létre egy gazdasági válság? Hát például mondjuk amiatt, hogy bizonyos gazdag emberek még gazdagabb akarnak lenni úgy, hogy meg akarnak szerezni vállalkozásokat, egyeduralomra akarnak szert tenni, és akkor például mondjuk elhíresztelnek dolgokat, erre az emberek bepánikolnak, és ez úgy működött kezdetben, hogy értsétek, hogy semmilyen pénzintézetben nincs annyi készpénz, mint amennyit befektetnek a befektetők. Ugyanis a pénzintézetek a befektetéseiket, azok befektetik. Tehát amit befektetnek hozzájuk, azokat befektetik. És hát annak a nagy része az nem azonnal mobilizálható, hanem középtávon, vagy hosszú távon mobilizálható. Sőt, ha olyanba fektették, ami hosszú távon hoz hasznot, akkor hogyha rövid távon veszi ki, akkor óriási veszteségekkel tudja kivenni. Tehát amikor emberek megtámadnak pénzintézeteket, hogy kivegyék a pénzüket, akkor régen az összes pénzintézet az csődbe ment, ahol ezt eljátszották a pénzintézetekkel, mindegyik. Ez Magyarországon is volt ilyen, a Postabankra emlékezzetek vissza. Meg még volt mellette három bank, ahol eljátszották ezt. Már a nevüket nem tudom, mindegy. De ez külföldön, tehát például a 20-as években az első komoly gazdasági válság ennek következtében jött létre, hogy gazdagok meg akartak szerezni. Tehát a világon, főleg Amerikában, ugye ez Amerikából indult ki a 20-as években, rengeteg bank volt, és rengeteg kis bank volt. És bizonyos hatalmi körök, például úgy hívják, hogy Rockefeller, meg akarták szerezni a kis bankokat. És ezért elhírezteltek dolgokat, és a kis bankokat megrohamozták az ügyfeleik, és gyakorlatilag becsődölt az összes kis bank, és ők megvették bagóért a kis bankokat. Tehát gyakorlatilag a gazdasági válság hatására, ami ugye aztán tovább gyűrözött, mert ők nem csak Amerikába akartak megvenni bankokat, hanem a világ különböző pontjain, potom pénzért, áron alul, jócskán. Ez ugye begyűrűzött a világban sok helyen, tehát a sok helyen megrohanták a bankokat, a bankok mind becsődöltek, ugye nem tudtak fizetni, és akkor a nagyobb bankok azok megvehették potom pénzért a kisebb bankokat, tehát azok tönkrementek, és gyakorlatilag így indult az első gazdasági válság a világon, utána pedig már másfajta gazdasági válságok voltak, ugye mert a 20-as évektől indult be igazából a világgazdaság, és ezt a beindulást pont a világgazdasági válság előzte meg. Tehát a világgazdasági válság után indult be a gazdaság. És amikor egy gazdaság beindul, akkor jellemzően a világon van egy
fajta irány, úgy is mondhatnánk, hogy trend, ami beindít gazdasági növekedést, hogy a vállalkozások jó része, illetve az emberek jó része, a magánszemélyek jó része, az elkezd fölvenni hitelt. Tehát, hogyha fölvesznek az emberek hitelt, akkor több pénzük lesz, és többet tudnak vásárolni. Ha vállalkozások fölvesznek hitelt, akkor többet tudnak termelni. És ugye akkor tudnak a vállalkozások többet termelni, ha azt megveszik. De akkor tudják megvenni az emberek, ha rendelkeznek elég pénzzel. Ha nem rendelkeznek elég pénzzel, akkor lehetőséget kell biztosítani arra, hogy vegyenek föl hitelt, és akkor rendelkeznek elég pénzzel az emberek, és akkor a gazdaság az látszólag fut. Na most ezt úgy tudták elérni, hogy az emberek vásároljanak, hogy elsősorban a hölgyeket manipulálva rávették, nem vicc, ha ezt nem hiszi valaki, nézzen utána, boldogságautomatákat kell keresni a neten, jó, tehát az a címe, hogy boldogságautomaták, én század boldogságautomaták, és akkor részletesen ez le van vezetve, hogy ez az egész hogy történt, tehát ez nem mese, és nem is dokumentumfilm, hanem pontosan elmesélik a neveket, elmondják, hogy kik mit csináltak, hogy csinálták, meddig csináltak valamit. Jó, tehát utána lehet nézni. A weboldalunkon is egyébként fenn van ez a videó. Tehát lényeg az, hogy a hölgyekben volt olyan, tehát hogyha az urakon múlott volna, akkor lehet, hogy az ember az még a fán csücsülne. Ugyanis mindig a hölgyeknek volt nagyobb igényük a férfiakhoz képest. És ugye ezt felfedezték a pszichológusok, ugye a Freudnak az unokaöccse, felfedezték, hogy az embereket hogyan lehet manipulálni, és a hölgyeket hogyan lehet arra manipulálni, hogy vásároljanak. Utána rájöttek arra, hogy a férfiakat a műszaki dolgokon keresztül lehet manipulálni, és akkor utána már az autóval és egyéb műszaki dolgokkal a férfiakat is elkezdték tudni manipulálni. Ugye nagyon jól tudják a férfiakat manipulálni a mobiltelefonokkal. És csak úgy mondanám azoknak, akiket lehet a mobiltelefonokkal manipulálni. Ugye hogyan? Hogy akkor is cselér le, hogyha az még nem elavult, tudod? Vagy úgy csinálják meg ezt az egész mobiltelefon üzletet, hogy mondjuk egy év után az a mobiltelefon már elavult legyen. És akkor késztetést érezzél abban, vagy arra, hogy ezt le akar cserélni. Na most a hölgyeket nyilván nem a műszaki dologgal manipulálták, hanem a ruhával kezdték el manipulálni, az öltözködéssel, a megjelenéssel. Akkor rászoktatták a hölgyeket például a dohányzásra. Annak is megvolt a módja, hogy hogy kell csinálni. Szóval a lényeg az, hogy az emberek elkezdtek vásárolni, majd eljuttatták az embereket oda, hogy olyan mértékű igényük legyen, ami túlnő a fizetésükön. És akkor az embereknek elkezdtek árusítani úgy dolgokat, hogy hitelen keresztül. Tehát ma egy olyan világot élünk, hogy három bolygónyi adóssága van a Földnek. Tehát három földnyi adóssága van. Tehát a Föld éves teljesítménye pénzben mérve, na annak a háromszorosa ma a bolygón az adósság. Tehát, hogyha ezt így néznénk, akkor azt mondanánk, hogy amennyi neked a jövedelmed havi szinten a családoddal együtt, na annak mondjuk a háromszorosa lenne az adósságod. Érted? Így van, tehát mindenkinek. Tehát magyarul, ami azt jelenti, hogy lehetetlen lenne visszafizetni. Tehát ma egy olyan földön élünk, ahol az adósságot lehetetlen visszafizetni. Kinek?
kiadták ezeket, kik adták ezeket a pénzeket. Tehát a, azt mondja, hogy a 20-as én, jól emlékszem, a 20-as években volt a Titanic elsüllyedése. Jól emlékszem rá? Azt hiszem a... '16-ba? Akkor lehet, hogy a 20-as évek előtt, mindegy. A Titanicon olyan személyek utaztak, akik ellenezték egy olyan világbanknak, illetve amerikai banknak a létrehozását, amely átvette volna azt a fajta működést, hogy az állam a dollárt magánszemélyektől vásárolja. Tehát volt a 10-es években már egy olyan terv, hogy magánszemélyektől vásárolják meg a dollárt. De ezt ellenezték, ezért az ellenzők jutalomból fölültek egy hajóra, amely elsüllyedt az óceánon. És utána a Titanic elsüllyedése után el tudták fogadni azt a fajta működést, hogy legyen egy olyan bank, ahol az amerikai állam magánszemélyektől, tehát ilyenek, hogy Rockefeller, Morgan, stb. Stb. Vegyék meg a dollárt. A dollárt. Addig az amerikai állam maga nyomtatta a dollárt. Ezután, hogy ezt elfogadták, ezt úgy hívják, ha mond valakinek valamit, az a szó, hogy Fed. Tehát onnantól működik a Fed a 20-as évektől. Jó, tehát a Fed már utána nem csak amerikai jegybank lett, vagy jegybankszerű működés, hanem ugye gyakorlatilag a Fed, az mondhatnánk azt, hogy egy olyan intézmény, ahova mondjuk abból a pénzből, amit te havi szinten hazaviszel, vagy amit te vásárolsz, a Fed abból részesedik. Na most azért úgy megkérdezném, hogy nekünk magyaroknak mi a fészkes fene közünk van az amerikai Fedhez. Tehát te minden olyan dolog után, amit mondjuk áfát fizetsz, vagy jövedelmed van, és az állam kasszába befizetsz a jövedelmed után, akkor abból egy bizonyos összeg elvándorol ebbe az amerikai Fed nevezetű intézménybe. Oké? És nem csak Magyarországon van ez így, hanem majdnem a világ nagy részén. Oké? Tehát akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Akkor tehát hogyan működik ez, ha valaki fölvett már hitelt életében, és esetlegesen nem tudta tehát fizetni a hitelt olyan tempóban, mint ahogy kellett fizetnie, akkor mit szoktak ilyenkor csinálni az emberek? Fölvesznek egy következő hitelt. Tehát a hitelt hitellel törlesztik. Na most, ha egy ember a hitelt hitellel törleszti, akkor onnantól kezdve még több hitele lesz. Oké, nem kevesebb lesz, hanem több. Majd egy idő után megint a hitel törlesztés, a hitel hitelének a törlesztésére újabb hitelt vesz föl. Ezt egy darabig lehet csinálni, ameddig az illetőben nem csődöl. Na most ugyanez a működés van nem csak a magánszemélyek részéről, hanem a világgazdaság részéről, konkrétan úgy hívják, hogy államok részéről. Tehát az államok a hitelt hitellel finanszírozzák. Az, hogy egy országnak mennyi a
tartozásállománya, hitelállománya, és ezt mit mutatnak a lakosság felé? Gyakorlatilag erre azt tudjuk mondani, hogy amit akarnak. Ma a hivatalos verzió az, hogy 18 milliárd dollár Magyarország államadóssága. Amikor a rendszerváltás volt, akkor 16 milliárd dollár volt. Akkor sokkal többet ért a dollár, mint most. Ugye nem gondolja senki azt komolyan, hogy a rendszerváltáskor, azaz majdnem 30 évvel ezelőtt Magyarország adósságállománya nagyobb volt, mint most. Ugye senki nem gondolja komolyan. De a hivatalos verzió az ez. Ez a hivatalos verzió. De ha számolsz egy kicsit, a 18 milliárd dollár is, az fejenként valami 600 ezer forint, ha jól emlékszem. A 10 millió ország, 10 milliós országra. 600 ezer forint. Tehát, hogyha neked van egy háromfős családod, mondjuk, akkor az 1 millió 8-al tartozol valami olyannak, amihez semmi közöd. Érted? Tehát semmi közöd hozzá. Tehát lényeg az, hogy vannak ilyen dolgok a világban, de akkor nézzük meg, hogy hogyan alakulnak ki a gazdasági válságok. Tehát ugye van az egyik módja, amikor megrohanják a bankokat, és a bankok nem tudnak fizetni, és ebből lesz egy óriási káosz. Ez az egyik dolog. Ma ez ellen úgy védekeznek a bankok, most már körülbelül egy évtizede, hogy nem nyitnak ki. Tehát nem tudják megrohanni a befektetők a bankot, mert a bank egyszerűen becsukja a kapuit, bezár. Ezzel most így védekeznek. Tehát magyarul az ügyfelek nem jutnak hozzá a pénzükhöz. És ez törvényes, mert ezt törvényesen engedik kvázi 10 éve. Régen ezt nem engedték. Tehát régen a banknak ki kellett nyitnia, és kifizetett amennyi pénze volt, utána meg csődbe ment, ennyi. Most, hogy nem menjenek csődbe a bankok, ezért nem fizetik ki az ügyfeleket, így az ügyfelek mehetnek csődbe. Teljesen mindegy. A bankok legalább nem. Na most, mitől lehet még komoly probléma? Ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy hogyan működik a tőzsde. Tehát a tőzsde úgy működik, hogy kereslet és kínálat van. Tehát, mit mutassak? Mit tudom én? Itt van egy mikrofon. Nyilván ez így önmagában semmi, ennek van egy vevő készüléke. Ez a mikrofon volt 50 ezer forint. Ezt, ha nagyon nagy lenne a kereslet rá, akkor adhatnák 150-ért is. Ha a kutya se akarna mikrofont venni, akkor lehet, hogy adadnák 5000 forintért. A kereslet kínálat azt jelenti, hogy annyiért tudnak dolgokat eladni, amennyiért emberek megveszik. Nem annyiért, amennyi az értéke, hanem annyiért, amennyiért az emberek megveszik. Ma hallottam pont a rádióban, a hírekben egy olyan hírt, hogy találtak valami videót, ahol a Beatles együttes tagjai alkudoznak egy ilyen menedzserrel. És ezt a videót most valami 4 millió valamennyi, tehát most nem tudom, hogy 4 millió font, vagy 4 millió dollár, vagy 4 millió forint, már nem tudom, ért árusítják. Hát akkor tudják ennyire eladni, ha megveszik. Ha nem veszik meg, akkor nem tudják ennyire eladni, nem tudom, értitek-e. Tehát ez mindig úgy működik, mikor válság van, akkor az árak azért zuhannak le, mert a kutya se akar vásárolni, vagy tud vásárolni. Amikor robog a gazdaság,
akkor mindenki vásárolni akar, ezért föl lehet tuningolni az árakat. Na most, a tőzsde az pont erről szól. A tőzsdén részvények vannak, és a tőzsdei cégek azok értékpapírokat is kibocsájthatnak. Ami azt jelenti, hogy azt mondják, hogy ennyibe kerül ez a részvény, vagy ennyibe kerül ez az értékpapír, ha az ügyfélnek megér annyit, megveszi. Mit tudom, egy papír 10.000 forint. Ha az ügyfélnek nem ér annyit, de ő mindenféleképpen el akarja adni, akkor azt mondja, hogy névérték alatt lehet vásárolni, mit tudom én, részvényeket, vagy névérték alatt lehet vásárolni, mit tudom én, kötvényeket. Ami azt jelenti, hogy ha a kereslet kicsi, akkor leviszik az árakat. Ha a kereslet nagy, akkor azt mondják, hogy ennek a névértéke ugyan 10.000 forint, de már 20.000-re lehet adni. Na most, amikor válság van, az abból alakul ki, hogy emberek bepánikolnak, és elkezdik eladni a részvényeiket. Hát, hogy minél hamarabb pénzhez jussanak, mert mondjuk kipattintják azt, hogy mondjuk a tőzsde az nagyot fog zuhanni a következő, mit tudom, a hetekben. Ezért gyorsan, még mielőtt zuhanna, elkezdik eladni a részvényeket, erre a tőzsde tényleg elkezd zuhanni. Na most, amikor ezt csinálják, akkor megint akinek van pénze, elkezdi venni az olcsó részvényeket, mert az emberek meg akarnak szabadulni tőle. Ami azt jelenti, hogy a részvények gazdát cserélnek, elmennek a gazdagokhoz, a szegények meg pórul járnak, mert a nagy része az áron alul adta el a részvényeit, csak azért, hogy pénzhez jusson. Akkor mondok más dolgot, tehát például mondjuk az ingatlan, tehát ugye mennyit ér egy ingatlan? Egy ingatlan annyit ér, hogy megveszed a telket, a teleknek annak a területen van egy ára, négyzetméter ára. Megveszed az építőanyagot, és van egy munkaerő, meg a különböző eszközöket, ami a lakásba kell, ugye, hogy kulcsra kész legyen, ennek van egy ára. Plusz van egy munkadíj, amiért fölépítik azt a házat. Nyilván. Na most, ennyi egy ingatlan értéke. Na, ehhez képest, mit tudom én, azt mondják, hogy legyen mondjuk annak négyzetmétere, ezen a területen mondjuk 1 millió forint. Közben mondjuk fölhúzták azt az egészet mondjuk 200.000-ért, négyzetméterért. Érted? Úgy tokkal vonóval mindennel együtt, telekvásárlást, mindent beleértve. Hát ha az embereknek kell, mert hát tehát ugye azt gondolják, hogy azon mekkora hasznot fognak létrehozni, akkor megveszik ötször annyiért, mint amennyit igazából az ingatlan ér. Világos ez? Erre ugye meg lehet azt csinálni, hogy most jó kiszúrunk az emberekkel, csinálunk egy válságot gyorsan, ezt a tőzsdén lehet elkezdeni a válságot, elhíresztelni, hogy mit tudom én, milyen dolgok lesznek a jövőben, erre ugye pánikba estek az emberek, elkezdik kivenni a pénzüket a tőzsdéről. Ha az emberek, tehát a tőzsde ezáltal lezuhan, ha a tőzsde lezuhan, akkor az emberek rögtön nadrág szíjszorítás, rögtön nem vásárolnak, ha nem vásárolnak, akkor mindennek az ára lezuhan, lezuhan az ingatlanár is, és az lesz a következő lépés, hogy az illető
azt fogja észrevenni, hogy ötödét ér az ingatlan ára. Tehát annyit ér, mint amennyiért tényleg megcsinálták. Na most, ha valaki meg esetleg belefutott úgy az ingatlan vásárlásába, hogy hitelbe, akkor megint csak röhögnek a bankok a markukban, meg a bankok tulajdonosai, mert nem a bankok röhögnek, hanem mindig a tulajdonosok röhögnek. Röhögnek a markukba, hogy az illetőnek elárverezik a lakását, mondjuk 200 ezerért négyzetméterét, közben ő mondjuk fölvet rá négyzetméterére mondjuk 800 ezer hitelt. És onnantól kezdve nincs lakása, de a hitelt fizetheti tovább. És valószínű addig, ameddig él. És utána már örökölheti a hozzátartozója. Baromi jó kitalálták. Azért mondom, hogy valószínű, mert egy esetben nem, ha ő lemond az öröklés jogáról. De onnantól kezdve semmit nem örököl az a hozzátartozó. Majd kitalálják azt is, hogy még ezt se lehessen megcsinálni. Tehát régen nem lehetett adósságot örökölni, már lehet. Oké? Tehát ha valaki adósságot hozott létre az életében, és belehalt, hát akkor aki től kapta a kölcsönt, az pórul járt. Most már úgy van ez kialakítva, hogy a kölcsönadók soha ne járjanak pórul. Csak a kölcsönvevő. Tehát lényeg az, hogy amikor elhitetik az emberekkel azt, hogy csak egyetlen lehetőség van, az pedig a növekedés. Milyen növekedés? Gazdasági növekedés. Na, itt kezdődik a probléma. Ugyanis, ha megnézel bármit a világon, tehát bármi, amiben emberek vannak benne, olyan nincs, hogy minden folyamatosan növekszik. Ez a világ egyetemben létezhetetlen. Nem a Földön létezhetetlen, az egész világ egyetemben létezhetetlen, hogy amiben értelmes lények vannak benne, az állandóan növekedésben legyen. Ilyen nem volt soha a világegyetemben, és nem is lesz soha a világegyetemben, de mégis elhitetik az emberekkel, hogy az a normális, hogy valami állandóan növekszik. Tudod, mi a normális? Ez. Ez a normális. Hogy minden hullámzik. Tehát egyszer növekedésben van, egyszer csökkenésben. Persze, lehet olyan trend, irány, hogy felfele. Arra kell törekedni, hogy ez az irány felfele legyen. De akkor is az így hullámzik. Szóval lényeg az, hogy mi van még ezzel a gazdasági dologgal kapcsolatban. Tehát ugye a gazdasági válság mindig akkor jön létre, hogyha nincs annyi pénz, mint amennyit ki kell embereknek fizetni. Vagy vállalkozásoknak, vagy országoknak, vagy bankoknak, mindegy. Tehát mint amennyit ki kell fizetni. Régen, mikor aranyfedezet volt, ez óriási problémát jelentett, mert annyi pénzt tudtak kifizetni, amennyi az ország aranyfedezete volt. Tehát magyarul annyi pénz volt egy országban, amennyi az ország aranyfedezete. Tehát se több, se kevesebb. Ezt a 70-es években világszerte megszüntették, itt Magyarországon is. Tehát nincs olyan, hogy aranyfedezet. Ami annyit jelent, hogyha nincs elég pénz, akkor fognak és nyomtatnak. Igaz, hogy ez olyan, ami mögött nincs fedezet. Hát nincs mögötte fedezet. És azt mondják erre, hogy az a fedezet, ami az ország gazdasága. Tehát az ország gazdasága a fedezet most. Tehát most azért nincs aranyfedezet, mert mindig mindenütt azt mondják, hogy az ország gazdasága a fedezet. Tehát ha egy ország gazdaságában jobban bíznak,
az idegenek, akkor többre értékelik az ő pénzüket. Ha az ország, tehát egy adott ország gazdaságban kevésbé bíznak a külföldiek, akkor az ország pénze az kevésbé értékes, az leértékelődik. Na most ezzel is lehet játszani, mert megint azok tudnak játszani, akik meghatározók a pénzforgalomban, a vagyonban, a világban. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy működik egy ország esetében is, hogy fogják és azt mondják, hogy mondjuk most vegyünk forintot. Ha veszünk forintot, akkor fölmegy a forint értéke. Akkor most ne vegyünk forintot. Ha nem veszünk forintot, akkor lemegy a forint értéke. Oké? És ezzel simán tudnak játszani bármilyen országban. És még a dollárral is tudnak játszani. Na most, amikor egy olyan helyzet van, hogy hát ha megnézitek, hogyha úgy fizetnek ki embereket, hogy nincs mögötte fedezet, vagy úgy fizetnek ki országokat, vagy bármit, hogy nincs mögötte fedezet, tehát csak ilyen nyomtatott papír, akkor ezt úgy szokták mondani, hogy lufi. És ez a lufi előbb-utóbb kipukkan. És ha kipukkan ez a lufi, az azt jelenti, hogy az, aki elfogadja a másik ország valutáját, tehát mit tudom én, mondjuk a dollár, vagy a forintot, mindegy, akkor azt mondja, hogy én ennyit nem adok érte. Tehát ezért a pénzért ennyit nem adok. Tehát számomra ez a pénz ennyit nem ér. Ami azt jelenti, hogy akkor olyankor az van, hogy fogják és kevesebbért odaadják azt a dolgot. Nem tudom, ugyanúgy, mint az előbb, amiről beszéltünk, értitek-e? Tehát mit tudom, akkor azt mondják, hogy jó, akkor innentől kezdve mondjuk a forintért nem adok mondjuk 330 forintot, hanem, vagy dollárt akarom, egy dollár 330 forint, tehát egy dollárért nem adok 330 forintot, érted? Vagy fordítva, egy 330 forint ugye nem ér egy dollár, tehát nem kapunk érte egy dollárt, mert azt mondja, hogy nem ad érte. 330 forint, ő nem ad egy dollárt. Akkor ugye lehet alkudozni, és mennyit adsz? És akkor azt mondja, hogy mit tudom, 340-et. Adjál 340 forintot, hogy adjak neked egy dollárt. És onnantól kezdve kénytelen felemelni a forint, illetve levinni a forint értékét, és több forintot adni a dollárért, és onnan, nem tudom, értitek-e. És az nem csak a forinttal van így, hanem bármilyen más valutával. Tehát ugyanígy lehet azt mondani, hogy mit tudom én, jó, akkor termék. Akkor azt mondják, hogy itt van egy termék, ez a termék egy dollár. De ha neked ez a termék kell, akkor ne egy dollárt adjál, hanem egy dollár 20 centet. Különben nem adom a terméket. És onnantól kezdve nem a termékért többet, hanem a dollár értékelődött le. Nem tudom, világos-e. Egy termék az nem ér többet, mint amennyit ér. Ezért van az, hogy amikor kezd gazdasági válság lenni, akkor elkezdődik a mérés. Hogy vajon mennyit érhet ténylegesen az a cég? Érted? Mondjuk a tőzsdén. És akkor kiderül, hogy mondjuk ötszörösen van túlárazva, mint amit ténylegesen ér a cég. Értitek? És az emberek gyorsan meg akarnak szabadulni a pénzüktől, hogy minél többet nyerjenek rajta, ezért a cég csődbe megy.
Oké? Na most, az egész 100 év az ennek a játéka volt, hogy a gazdagok játszottak azzal, hogy mikor legyen gazdasági válság. De az a baj, hogy ez odafajult az ő pénzéhségének, és inkább úgy mondanám, hogy vagyonéhségének, vagyon és hatalom éhségének köszönhetően, odafajult, hogy úgy eladósították a világot, hogy gyakorlatilag ülünk egy nagy gazdasági lufin, amihez csak egy kis gombos tű kell, érted, és az egész robban. És azok az ortát, még nézzünk bele egy kicsit. Itt van például az USA példája. Tehát az USA a világ legnagyobb adósa. És leginkább a kínaiaknak tartozik. Na most a kínaiak is egy patthelyzetben vannak, mert ugye dollár elszámolás van. És ha bedöntenék a dollárt, akkor hogy kapnák vissza azt a rengeteg pénzt, rengeteg értéket, amit befektettek az USA-ba? Oké? Tehát az amerikai gazdaság úgy működik, hogy gyakorlatilag havonta nyomtatnak plusz pénzt, és azzal fedezik, vagy két havonta akarom mondani, nem havonta, két havonta nyomtatnak friss pénzt, új dollárt, hogy fedezzék azokat a kiadásokat, ami az amerikai gazdaság működéséhez és az amerikai állam és egyéb működéshez szükséges. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy de képzeljétek, ezt úgy csinálják, hogy azt a pénzt, amit kinyomtatnak, azt nem nyomtathatják ki maguk, azt meg kell venniük a Fedtől, ami nem az amerikai állam tulajdonában van, hanem olyan családok, hogy Rothschild, meg Rockefeller, meg stb. Mint az előbb elmondta, meg Morgan, meg Warburg, meg ilyen családok tulajdonában van. De nyilván elsősorban egy pár család tulajdonában. Megveszik hitelre. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve még megugrott az amerikai adósságállomány. Tehát ma akkora az amerikai adósságállomány gyakorlatilag, hogy teljes egészében visszafizethetetlen. Tehát az amerikai gazdaság képtelen lenne visszafizetni, ahhoz olyan megszorítások kellenének az amerikai gazdaságba, amit nem tűrne a lakosság. Most ezért már csináltak olyat ennek elhárítására, csináltak olyat, hogy ha tömeges ellenállásba ütköznének, akkor ilyen úgynevezett táborokba, amit úgy hívnak, hogy FEMA táborokba, zsupolják be az emberek tömegeit. És fegyveres felügyelettel, zárt térben tudják őket kontrollálni. Tehát, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy más probléma is van. Tehát ugye mindig akkor szokott nagy probléma lenni, hogyha nagyobb a pénzigény, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. És van egy másik ilyen jellegű probléma, az pedig a nyugdíjba vonultak problémája a világban, illetve a nyugdíjba vonulók problémája. Ugyanis azt csinálják, hogy a nyugaton a nyugdíjba vonulók azok a nyugdíj alapokból ki akarják venni a pénzüket. Erre már hoztak törvényeket, hogy csak részletekbe vehessék ki. Így valamilyen szinten áthidalták azt a fajta működést, hogy régen egy összegbe vették ki a nyugdíjalapokból a pénzt. Tehát a nyugdíjalapokban
olyan pénzek vannak, amit a dolgozók onnan, hogy elkezdtek dolgozni, a vállalatok és saját maguk beraktak a dolgozók részére, hogy az kamatozzon. Ezek az összegek a világ legnagyobb befektetett összegei. Tehát hosszú távú befektetésben semmi nincs ilyen mértékű összegként, mint a nyugdíjalapok pénze. Például az OTP is egy amerikai nyugdíjalap tulajdona. Ha esetleg valaki ezt nem tudta. Szóval a lényeg az, hogy mivel sokkal kevesebb ember születik a felnőtt, vagyis a nyugati országokban, mint régen, tehát ma sokkal több nyugdíjas megy éves szinten nyugdíjba, ez a nyugati országokban, mint amennyi elkezd dolgozni. Ezáltal kevesebb új pénz megy be a nyugdíjalapokba, mint amennyit ki kell fizetni a nyugdíjalapokból. Na most ezekről mit sem tudnak az emberek, bár ennek volt köszönhető a 2008-as válság. Csak ezt az emberek nem tudják. Tehát a 2008-as válság pont annak volt köszönhető, hogy nem tudták kifizetni az ingatlanba befektetett pénzeket a nyugdíjba vonulóknak. Szóval ez is egy olyan probléma, ami itt ül az emberiség nyakán. Tehát az, hogy ez a hitel lufi mikor fog kidurranni, ez kérdés. És az olyan mértékben, tehát amikor gazdasági válság volt, akkor mindig beszélhettünk pénzromlásról. Nézzétek meg, amikor volt ez a gazdasági válság, akkor a forint értéke mekkorát esett. Emlékezzetek például a svájci frankhoz képest. Milyen mértékű esés volt? Ezért volt baj a svájci frankos hitel. Nem csak a svájci frankos, hanem más valutás hitellel is problémák voltak természetesen. Tehát lényeg az, hogy amikor van egy gazdasági válság, a pénz értéke az kevesebb lesz. Ezért ez ellen úgy próbálnak az emberek tenni, hogy mondjuk ingatlanba fektetik a pénzüket. Tehát nem pénzben vannak, hogy ingatlanban. Na most erre azért csak úgy megkérdezném, hogy mondjuk ha befektetsz egy ingatlanba mondjuk 20 millió forintot, abból hogy veszel ki 1 milliót, ha éppen annyira van szükséged? Erre szokták mondani, hogy akkor fölveszek rá 1 millió hitelt. Jó nagy baromságot csinálsz akkor. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Mert akkor mondhatjuk, ezzel elindult az adósság csapda. Az adósság csapda. Szóval lényeg az, hogy ezzel kapcsolatban az a baj, hogy a legtöbb ember, aki most ingatlant vásárolt az elmúlt években, jóval drágábban vette, mint amennyiben az ingatlan, mint amennyit az ingatlan ér. Na ezzel ez a gond. Főleg a nagyobb városokban van ez így. Tehát aki nagyobb városokban vásárolt, az tuti, hogy drágábban vette, mint amennyit ér az ingatlana. Na most ezért, hogyha az ember azt mondja, hogy hát jó, befektettem az ingatlanomba, de jön a válság, akkor onnantól kezdve az az ingatlan kevesebbet ér, és a kutya nem vásárol ingatlant a válságba, akkor miből fogod pénzét tenni az ingatlanodat? Amit befektetési célra vásároltál. Jó, ugye akik engem hallgatnak, nem biztos, hogy befektetett ingatlanokkal rendelkeznek, de akkor kérdezem, hogy vannak-e olyan befektetéseid, ha jön egy válság,
hogy a nehéz idők vannak, áthidald. Vagy az lesz az áthidalás, hogy fölveszel hitelt. Ha egyáltalán majd adnak-e akkor a bankok. Ez a kérdés. Na most akkor nézzük tovább a dolgot. Ez a gazdasági válság, hogy mikor jön, ugye van egy olyan, hogy mi foglalkozunk az energiával. Az energia az nem olyan jellegű energia, mondjuk, hogy villanyenergia, vagy gázenergia, nem ilyenekkel foglalkozunk, hanem olyan energiával, ami az emberekre és a világon lévő emberekre hat. Ez az energia, ez 9-féle energia. 9-féle energia, és ezek szimbólum energiák. Szimbólum energiák. És a számokhoz kapcsolódnak. Ugyanis 9 számunk van. Plusz a nulla, de igazából ugye ha mondjuk valamit megszorzol nullával, az nulla lesz. Szóval a lényeg az, hogy a nullát azt másként értékeljük. A nullának ilyen energia többszöröző hatása van. Tehát külön a nullának külön típusú energiája nincs, hanem csak többszöröző hatása. És nem tudom, ti mennyire tudjátok, ugye akik itt tanulnak, tudják, hogy a világban, hát annak, hogy milyen dátumot írunk, komoly energetikai hatásai vannak. Ha megnézed, például most egy számolt ki, milyen évet írunk, 2019. Add össze a kettest, meg az egyest, meg a kilencest, mi jön ki belőle? Nem. 12-es jön ki belőle, és ott add össze az egyest, meg a kettest, és úgy jön ki belőle egy hármas. A hármasnak az energetikája, szimbólum energetikája következő: kommunikáció, utazás, jövésmenés, találkozás új emberekkel, állandó nyüzsgés. Na most kérdezem azt, hogy láttál te már itt Magyarországon valaha ennyi utazást, mint az idén? Soha. Soha ennyien nem jöttek, mentek a történelem során, mint az idén. Most kezdődik az őszi szünet. Már minden szálloda, főleg a négy csillagosak dugig foglaltak. Az őszi szünetre. Ha lehet, hogy ez téged nem érint, akkor is ez tény. Tehát megnézd, ugye most ide jöttetek az irodába, nagy forgalommal találkoztatok? Nagyon jó volt közlekedni. Éppen volt róla szó, hogy mindig ilyennek kéne lenni a forgalomnak. Tehát gyakorlatilag az emberek azok mennek, mint a mérgezett tegerek ebben az évben. Mert ennek ez az energiája. Akármilyen hihetetlen, ez egy ilyen pozitív energia. A hármas év az egy pozitív energiájú év. Igen ám, de ezután jön a legesleg nehezebb energiájú év. A legesleg negatívabb energiájú év. Mert a hármas év az egy pozitív, de a hármas év után a négyes év jön. Ha megnézed a 2020-at, az egy négyes, és ráadásul egy olyan négyes, hogyha megnézed a 2019-et, ugye az milyen volt? Abba volt egy kettes, volt egy egyes, meg volt egy kilences. Abból csak a kettes a negatív, az egyes az pozitív szám, a kilences pozitív szám,
és ugye kijött belőle egy 12-es, abból is az 1-es az pozitív szám, a 2-es a negatív szám. De a 2-es mint negatív szám azért nem annyira negatív, mint a 4-es. Na most ha megnézzük, miből lesz a jövő évi számunk, 2020 nullával megerősítve, mind a két helyen nullával megerősítve, a 2-es eleve negatív szám, kétszeresen negatív, kétszeresen megerősítve, kijön belőle 2 meg 2, 4, a 4-es az a legnegatívabb szám az összes közül, a 9 közül, és jövőre egy ilyen számunk lesz. Készülj fel arra, az azt jelenti, hogy az konkrétan komoly problémákat hoz az emberek életébe a 4-es év. Ha nem készül fel arra, hogy ez a problémákat át tudja majd hidalni. Na most akkor mondok egy másik történetet. Úgyhogy a jövő évi év az kiválóan alkalmas egy gazdasági válságra. Ezt csak úgy mondanám. Mert utána megint egy jó év jön. Ugye az 5-ös év az meg a legpozitívabb év az összes közül. No szóval, hát nézelődtem, ugye erről a PPA klubban beszéltem valamelyik nap, szerdán, illetve vasárnap akarom mondani. Nézelgettem, hogy hát olyan furcsa időjárásunk van, nem? Hát októberben még soha életben megközelítőleg se volt itt Magyarországon ilyen időjárás. Tehát gyakorlatilag ez ilyen augusztus végi, szeptember elejé időjárás. Mikor mi Máltán voltunk, valamikor ilyen tájt októberben, na ott volt ilyen időjárás Máltán. Na most, de mi nem Máltán vagyunk, azért Málta innen elég messze van. Még légvonalban is messze van. És hát mondom, akkor megnézem már, hogy a világban, főleg Európában milyen időjárások vannak. Ma is néztem mielőtt. Csak azért, hogy a mai legfrissebb adatokat is tudjam tálalni. A legészakibb európai országok, ugye ilyen skandináv országok, és annak a legeslegészakibb csücskén van havazás. Alatta tőle egy picivel lejjebb délre már esőzés van. Svédország délebbi részén ilyen 15 fok. Pedig már a déli részen ilyenkor havazni kéne. Vagy legalábbis ilyen 1-2 fognak lenni. Ilyen havas eső. Na most, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Föld lakosságának hány százaléka él tengerek környékén? 500 kilométeres körzetben. 60%-a az emberiségnek. Tehát 500 kilométeres körzetben. Valahogy véletlenül ma, ez se véletlen, elém került, pedig nem kerestem tényleg, elém került egy olyan cikk, hogy ha elolvadna a bolygón az összes jég, akkor mennyit emelkedne a tengerek vízszintje. Aki tudja, mert már mondtam neki, az hallgasson, szerintetek mennyit emelkedne? Mennyit emelkedne? Nem, méterbe. Méterbe mennyit emelkedne? Hány métert szerintetek? 66 métert. 66 métert emelkedne. Nyilván ahhoz el kellene olvadni az összes jégnek. Ennek valószínűsége egyelőre nulla. De hogy legalábbis majdnem nulla, csak nem nulla. De az, hogy például én néztem valamelyik nap, és Grönlandon esett az eső,
az elég fura. Jó, most ott havazás van éppen, de két nappal ezelőtt vagy három nappal ezelőtt ott esőzés volt. Tehát ez az időjárás, ami most van, akkor szokott itt hűvös lenni, hogyha északról beáramlik a hideg levegő. De ha északon sincs hideg levegő, akkor onnan nem tud beáramlani a hideg levegő. Délről nem fog hideg levegő beáramlani, mert délről mindig meleg levegő áramlik. Hát nekünk ugye északról tud beáramlani a hideg levegő. És ha megnézzük egész Európát, például mondjuk Moszkva környékén 25 fok van. Hát Moszkva környékén ilyenkor már hát havas eső szokott esni. Tehát lényeg az, hogy valami furcsaságok vannak itt az időjárás tekintetében. Tehát olyan, hogy megdőlnek meleg rekordok, olyan van. De olyan, hogy az átlaghoz képest 12 fokkal tartósan melegebb van, már pedig most tartósan, mert olyan szokott lenni, hogy egy-egy nap, mit tudom én, kiemelkedő. De olyan, hogy hetekig tartósan sokkal melegebb van, mint kéne lenni, ilyen nem szokott lenni. De nem kicsivel, hogy pár fokkal, mert olyan szokott lenni. De olyan, hogy 12 fokkal melegebb heteken keresztül, mint az átlag, olyan nem szokott lenni. Na most, én tegnap fogtam és számolgattam egy kicsit. Nem kellett nagyon papíron számolgatni, én elég jó fejszámoló is vagyok. Matekból jó voltam és szeretek fejben számolni. És kiszámoltam, hogy mondjuk egy nem 66 méteres, egy 4 méteres vízszint emelkedés, az így tud lenni pár éven belül. Ha ez így folytatódik. 4 méteres. Na most, 4 méteres vízszint emelkedés, az körülbelül a lakosság, hát nem egész 10%-át, olyan a bolygó lakosságának körülbelül az 5%-át érinti. Az 400 millió ember. Na most van egy bevándorlás Európába. Jönnek az afrikaiak. És mi várható, ha az éghajlat így alakul? Márpedig megmondom, hogy miért alakul így. Tehát már régen évtizedekkel ezelőtt beszéltem arról, szó szerint évtizedekkel ezelőtt, hogy volt egy nagy jégkorszak. Ezelőtt 20 ezer évvel. A jégkorszak akkor jön létre, ha becsapódik egy meteor, óriási szárazföldbe. Ha nem szárazföldbe csapódik be, akkor lesz belőle egy bolygószintű cunami. Ha szárazföldbe csapódik be, akkor pedig lesz belőle egy óriási porfelhő, ami elsötétíti a napot, és onnantól kezdve lefagy a bolygó nagy része. Főleg a sarkok, egészen mondjuk, mit tudom, Görögországig. És lényeg az, hogy volt egy ilyen jégkorszak, amikor csak gyakorlatilag a baktérítő és a ráktérítő között volt élhető tér. Meg az olyan helyeken, mint mondjuk a Kárpát-medence, ahol a meleg vizek mellett eléldegéltek. És lényeg az, hogy volt egy ilyen hatalmas jégkorszak, és honnan tudható, hogy hatalmas mennyiségű por szállt föl a levegőbe. Tehát föl magas egészen a stratoszféra meg stb. Tehát több 10 kilométer magasságig, vagy még magasabbra. Onnan, hogy ugye én világéletemben szerettem nézni az ilyen ásatásokat.
És hogy kerül az egész bolygón mindenhova? A múltbéli építményekre több méter föld. Hát a föld úgy keletkezik az építményeken, hogy rászáll a por, és föld lesz belőle. Tehát ami azt jelenti, hogy év ezredek óta a por száll lefele, és ennek következtében évezredek óta átlagosan a bolygón melegszik. És ez a melegedés, ez exponenciális. Ami azt jelenti, hogy minél kevesebb a légtérben, annál nagyobb a napsugárzás, annál erőteljesebb, mert a por nem szűri meg a napsugárzást, és annál tisztában tudja sütni a bolygót, és annál melegebb a bolygó. És ez az exponenciális növekedés, ez már egy ideje az elmúlt 100 évben igazán látható. És ez azt jelenti, hogy ez egy természetes folyamat a melegedés. Tehát nem kell itt különösebb, mit tudom én, összeesküvés elméleteket gyártani ezzel kapcsolatban, bár lehetne, hárp, stb. Stb. Ugye hüllők, akár sem, stb. Lehetne itt mondani mindent, de természetes felmelegedés van. Ugye régen csináltak olyat, hogy fogtak, fölrobbantottak egy nagyobb vulkánt, és akkor mondjuk volt, hogy atommal, és az nem volt olyan jó, de mondjuk föl lehetne most robbantani hidrogénbombával, és akkor onnantól kezdve annyi por kerülne föl megint egy működő vulkáról van szó, egy nagy működő vulkán, ami nem nagyon működik, csak ilyen szunnyadó, félig meddig szunnyadó. Csomó ilyen van mondjuk Kamcsatkán. Kutya nem él ott. És lényeg az, hogy mondjuk egy-két ilyen vulkán fölrobbantanának, akkor annyi por kerülne föl a felső réglétekbe, hogy helyre jönne a bolygónak a klímája. Tehát ezt pontosan ki lehetne számolni, hogy lehet, hogy elég lenne egy is. A Krakatau vulkán, mikor fölrobbant, akkor másfél fokkal, nem is tudom hány, 150 évre átlagosan alacsonyabb volt a bolygó hőmérséklete. És egy vulkán volt. Tehát lényeg az, hogy, és az nem is volt szuper vulkán. Tehát lényeg az, hogy hát mi ennek a hátránya, hogyha fölrobbantanak, nem lehetne szuperszónikus gépekkel közlekedni. De lehetne légcsavarosokkal. Ennyi lenne az összvisz hátrány. És lényeg az, hogy nem is ez a fontos, hanem az, hogy emiatt a melegedés, természetes melegedés miatt, mondom, ez egy természetes melegedés, és ez egy rohamos melegedés, exponenciálisan gyorsuló melegedés miatt, akár pár éven belül több méter tengerszintemelkedés várható. Ennek a bizonyítékait mondom. Jó? Olaszországban jártunk nemrég, meg jártunk régen. Már akkor feltűnt, hogy Velence körül a tenger felől óriási gátat építenek. Ez a gát már készen van, és gyakorlatilag védi Velencét a vízszint emelkedéstől. Voltunk egy városban, úgy hívják, hogy Kaorle, mondhatjuk, hogy ez a reklámhelye, egy nagyon szép kis város, és mentünk a város felé, és furcsa mód, mióta nem voltunk, fölépült a várostól körülbelül 12 kilométerre egy ilyen üdülőkomplexum. Hát ami azt jelenti, hogy ha emelkedik a tenger mondjuk pár métert, akkor elönti ott a tenger körülött városokat, de ez a 12 kilométerre lévőt még nem. Értitek? Tehát nekem úgy tűnik, mintha az olaszok már arra készülnének, hogy emelkedni fog a vízszint. A lakosság erről mit sem tud. Hát csak engem nem ejtettek a fejemre. Szóval lényeg az, hogy
ha ez a vízszint emelkedés elindul, akkor nem olyan népvándorlás lesz, mint ami most volt itt az arabok részéről, hanem az azt jelenti, hogy 400 millió ember úgy hagyja ott az ingatlanját, meg az élőhelyét, hogy a kutya nem veszi meg tőle, mert a víz alá kerül. Most azt csinálják, hogy a hollandok, angolok adják el az ingatlanjaikat az afrikaiaknak meg az araboknak, hogy kiszálljanak ebből a buliból. Tehát egy, akinek van esze nyugaton a tengerpart mellett, az adja el azoknak az embereknek az ingatlanjaikat, akiknek fogalmuk nincs erről a melegedésről, meg arról, hogy emelkedni fog a vízszint, és beköltöznek beljebb a kontinensbe, mondjuk Magyarországra, hogy mert itt mi ugye 100 méterre, a legalacsonyabb szint is 100 méterre fölötte van a tengerszintnek. Tehát még ha 66 méter tengerszint emelkedés lenne, ami nem lesz, akkor sem lenne nekünk semmi bajunk. Szóval a lényeg az, hogy most gondoljátok végig, ha mondjuk 400 millió ember elszegényedik egyik pillanatra a másikra, az vajon mennyi, milyen mértékben fog kihatni a világ gazdaságára? És jelentős része nem tud helyette mást venni, mert nem tudja eladni azt, ami van. Akkor mondok más. Például, mit tudom én, mondjuk olyan országok, ahol most ilyen sík területek vannak, ilyen alacsonyabb szinten, ugye ott folyik a termelés, nyilván mindig a völgyekben volt a termelés, nem a hegyen, ott max állattartás. Hát oda betör a víz, akkor szigetek lesznek. Autóval hogy fog átmenni a vízen? Ki fogja megvenni az autóját? Hát a másiknak is hajó kell. Az autót a kutya nem fogja megvenni. Hajót kell vennie, hogy át tudjon menni a hegyről, ugye, ami sziget, a másik hegyre, ami egy másik sziget. Érted? Tehát ugye ezek, azok a problémák keletkeznek, amit az emberek nem vesznek észre. De most nehogy azt higgyétek, hogy ez ilyen pessimista gondolkodás. Ez most realizmus. Tehát ez a várható jövő. Érted? Tehát most én kérdezem tőled, mit fogsz csinálni akkor, amikor ezek a dolgok begyűrűznek? Tehát lesz-e egy olyan tevékenységed, ami biztos jövedelmet hoz? Abban a társadalomban, ahol mondjuk a vállalkozások tömege fog tönkre menni. És emberek milliói fognak az utcára kerülni. Mit fogsz csinálni? Akkor mondom tovább. Lesz-e tartalékod áthidalni a pénzromlást? Tehát ha a felmelegedést nézzük, annál súlyosabb gazdasági és ökológiai probléma az még a bolygón nem volt az elmúlt pár ezer évben, mint ami most lesz, ami várható. És ugye, hát mi lesz akkor azokkal, akik, mit tudom én, itt élnek mondjuk a Kárpát-medencébe? Érted? Vagy a többiekkel, akik nem tengerparton élnek. Rájuk azt hiszik, nem fog hatni a válság. Tehát most azt akarják nálad elérni, hogy többet költs, mint amennyit keresel. Érted? Ha befekteted a pénzedet, akkor meg rak bankba. Vagy adod egy brokernek, amelyik ugyanezt csinálja. Érted? És fogják, és van egy gazdasági válság, és azt mondják, hogy hiába jöttél, be van, ki van írva, hogy zárva. Érted? És hiába van bankba pénzed, vagy valamilyen befektetésben, amit egy bank intéz, vagy egy broker, becsukott, érted? Nem tudsz hozzájutni. És mit fogsz csinálni?
Érted? Mit fognak csinálni az emberek akkor, mikor tönkre mennek, mert mondjuk elúszik a vagyonuk? De szó szerint úszik el. Van, aki azért, mert tőzsdére rakta, van, akinek meg elviszi a víz. Milyen érdekes ez az elúszik a vagyon, nem? A magyar nyelvben, nem? Nem érdekes? Tehát most gondold végig. Tehát itt nem egy dolog várható a jövőben, hanem több dolog a következő években. Tehát nem azért van melegedés, mert sok széndioxid kibocsátás van. Nem ezért. Hanem egy természetes folyamat miatt van melegedés. A nap egyre erősebben tűzi a bolygót, és ez így van. Ennyi. Tehát nem a széndioxid kibocsátás miatt melegszik a hőmérséklet. Az a kamu része, amit el akarnak veled hitetni, mert még addig is belőled pénzt akarnak kicsikarni. Hogy vegyél olyan autót, ami nem bocsát ki széndioxidot. Érted? Hát nagy hülyeség. Hát eleve olyanok a növények, hogyha minél több széndioxid kibocsátás van a bolygón, a növények abból táplálkoznak, és annál jobban nőnek. Bebizonyított tény, hogy széndioxid dús környezetben a növények sokkal gyorsabban nőnek. Tehát épp ellentéte van annak, mint amit nektek tanítanak. A média tanít nyilván hülyeséget. Hát gondoljátok végig, mi lesz veletek? Tehát van egy szabály általában, ez úgy működik, hogy amikor az emberek bajba vannak, akkor elkezdenek ilyen, hát a teremtőjük irányába fordulni. Istenem segíts, minimum, ilyen fajta formában. Tehát mikor baj van, akkor kezdenek fordulni a jó Istenhez. Na most, mi abban tudunk segíteni az embereknek, hogy ezt a segítséget megkapják. Nem vicc. Sőt, meg tudjuk tanítani a technológiáját is, hogy hogyan segítsen rajtuk a Jóisten. Persze, a Jóisten akkor segít, ugye mondja a mondás, megint csak magyar nyelv, hát te segíts magadon, és az Isten is megsegít. Tehát ha valaki nem akar magán segíteni, csak azt várja, hogy az Istene megsegítse, hát az felejtős. Jó, hát nem fogja megsegíteni. Tehát mi olyan dolgokat tanítunk az embereknek, ami mindig ahhoz kell, hogy ne csak túléljenek, ne csak biztonságban legyenek, hanem egy szellemi fejlődést el tudjanak érni. Nekünk ez a küldetésünk. És a fő küldetés az, hogy az embereket olyan szintű tudáshoz juttassuk, ezt megmutatom. Eljuttassuk azt a tudást, ez már megint leállt, na mindegy. Eljuttassuk az emberek számára azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, képesek legyenek a céljaikat elérni, képesek legyenek a problémáikat megelőzni, ha jön egy probléma, megoldani, képesek legyenek ebben segítségére lenni az embereknek. Ha az emberek elkezdenek boldogulni az életükben, egyre könnyebben és könnyebben, akkor egyre boldogabban fogják élni az életüket. Ha az emberek egyre boldogabban élik az életüket, akkor egyre jobban kijönnek egymással. Ha egyre jobban kijönnek egymással, egyre több szeretet jön létre egymás közt. Ha egyre több szeretetben vannak emberek egymással, akkor annál békésebben tudják élni az életüket. Ha egyre békésebben élik az életüket, akkor egy idő után eljutnak oda, hogy képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ha az emberek szeretetben, békében, boldogságban tudnak élni, akkor képesek a feltétel nélküli önzetlen együttműködésre. És ha ez megvalósul, akkor ezt úgy hívják, hogy aranykor. És nekünk az a küldetésünk, hogy eljutassuk az emberekhez azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy ezt meg tudják valósítani. És ezt meg kell csinálnunk. És erre mi kaptuk a jogosultságot, tehát mi kaptuk az ösztönzést, hogy ezt megcsináljuk.
Együtt. Ezt egyedül nem lehet megcsinálni, együtt kell megcsinálni. Ami azt jelenti, hogy az embereket, tehát eleve ott kezdődik, hogy a bajban kezdenek összefogni. Tehát bajba kell őket sodorni fentről, hogy összefogjanak. Akkor úgy működnek az emberek, hogy bajban elkezdenek hinni a teremtőjükben, az Istenükben. Érted? Tehát akkor ne csodálkozz, hogy szépen megyünk a baj felé. Kivétel azok, akik az útjukon vannak. Azok a kivétel. És használják a tudást. És használják azokat a lehetőségeket, amit használhatnak. A többi, meg hogy azzal foglalkozik, hogy most elmenjen nyaralni, ahelyett, hogy mondjuk fejlődne, ő megérdemli. Ennyi. Érted? Tehát én ismerek olyan átlag embereket, akiknek, mit tudom én, minden hétvégén el kell menni valahova. Érted? Hát persze, ha megteheti, hogyha jobb anyagi helyzetben van, mert olyan állása van. Vagy olyan munkája. Szóval az, hogy itt lesznek problémák, az nem valószínű, hanem 100% biztos. Egy kérdés van, hogy mikor. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha bármi kérdésetek merült föl evel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, utána nézhettek az előadásaimban, vagy az oldalokon, vagy kérdehettek, vagy kérdezhettek a vezetőitektől, ha valaki nem tudja, hogy ki a vezetője, nem gond, mert megkérdezheti az irodánkban lévő telefonszámon, vagy e-mailbe. Tehát lényeg az, hogy megoldás van. De ahhoz, hogy az emberek egy magasabb, vagy egy megváltozott tudatszintre jussanak, ahhoz valahogy letaszítják majd őket a gödörbe. Ami azt jelenti, hogy sok ember nem fog onnan kikászálódni. A földet fogja inkább magára szórni. De sokan ki akarnak majd abból kászálódni. És egyféleképpen lehet kikászálódni. Olyan tudással kell rendelkezni, amit az élet minden területén használhatsz. Hát eleve csak mondok egy dolgot. A család a legrégebbi olyan közösség, ami a biztonságot szolgálta az emberek számára. Na most, azért megkérdezném, hogy hogy biztonságosabb? Egyedül, vagy esetleg olyan párral, aki szintén tudja, ugyanúgy, mint te, hogy hogyan bánjatok egymással? Persze, ha olyan párod van, akinek, meg te is olyan vagy, akinek fogalma nincs, hogy hogyan kell bánni a pároddal, akkor megértem, hogy állandó konfliktus van. De ha megtanulsz, meg a párod is megtanul bánni egymással, akkor melyik ad nagyobb biztonságot, hogyha ketten vagytok, vagy ha csak egyedül? Szerintem logikus a válasz. Valakinek nem logikus a válasz, akkor maga sajnálni tudok. Szóval lényeg az, hogy tessék elgondolkodni, hogy például, hogy te képes legyél az életedben bármilyen helyzetben, akár idézőjelben a jéghátán megélni. Ez kinek lenne talán a legfontosabb? Nem? Talán neked? Nem? Nem a szomszédnak, hanem neked, nem? Tehát ugye én mindig azt mondtam, hogy ha bolygón mindenki munkanélkül lenne, én nekem akkor is lenne munkám. Érted? De ezt nem most mondtam, ezt már 20 évesen mondtam, mikor még nem is foglalkoztam ilyen dolgokkal.
De ehhez képest a legtöbb ember tök jól el van azzal, hogy nem hoz létre gyakorlatilag semmit. Persze fizetést kap, meg látszatmunkákat csinál, aminek nem sok értelme van. Na most itt van például a mobiltelefon. Hány olyan embert ismersz a környékeden, aki mondjuk a mobiltelefont mondjuk üzleti célra használja? Tehát teremtésre használja, üzleti célra. Hát biztos, hogy nem a többség, nem? Akkor megkérdezném, mi a picsának a mobiltelefon? Érted? Akkor kérdezném. Hány olyan ismert, embert ismersz a környezetedben, amelyik mondjuk tételezzük fel, mondjuk a autóját üzleti célra használja? A saját tulajdonú autóját. Akkor mi a francnak neki? Érted? Vagy nézzük egy következőt. Mondjuk hány olyan embert ismersz, aki mondjuk az ingatlanját üzleti célra használja? Hát így már egyet-kettőt lehet, hogy ismersz, hogy az ingatlanjának egy kis részét vagy egy részét arra használja. Érted? Tehát gyakorlatilag kiadnak pénzeket emberek olyan dologra, az ég adta világon semmi értelme nincs. Ha te a mobiltelefon szórakozásra használod, akkor egy darab papírt is használhatnál szórakozásra, nem? Miért kellett azért kiadni mondjuk 100 000 vagy 80 000 vagy akárhány forintot? De ha 15 volt, akkor is arra. Miért kellett? Ja, mert hát másnak is van. Aha, persze. És akkor neked is kell. Na, ez a majmolás, tudod. Utánzás, majomszokás, nem azt mondták? Az utánzáshoz, majomszokáshoz baromi sok ész kell. Tehát most nem akarok senkit megbántani, csak ezt itt belül azért találták ki, hogy gondolkozzunk. Nem azért, hogy majmoljunk, értitek? És sajnos egy olyan világban élünk, ahol mindent megetetnek az emberekkel. Mindenféle baromságot. Nem? Gondolatok is etetés. Olyan gondolatok, amire igazából nincs is szükség. Na jó, majd ezt a kérdést úgyis megoldja pár éven belül azok a helyzetek, amik ezen a bolygón fognak létrejönni. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Remélem nem keserítettem el senkit. Tedd a dolgod, és akkor te megúszod a következményeket. Jó? Ez a lényeg. Deríts ki, hogy mi a küldetésed, és ha a küldetésedet teszed, akkor megúszod a következményeket. Ha nem, akkor meg így jártál. Akkor bekerülsz azok közé, akik úsznak majd a vízzel. Vagy a gazdasági válsággal. Jó? Tehát lényeg az, hogy nyilván nem azt szeretnénk, hogy az emberek elúszanak a vízzel, meg nyilván nem azt szeretnénk, hogy elúszanak a gazdasági válsággal, hanem azt szeretnénk, hogy ezt megerősödve jöjjenek ki belőle. Tehát nem elgyengülve, hanem megerősödve. Érted? Tehát nyilván ez a cél. Mert hogy ezek a dolgok lesznek, azt én most elmondtam, és majd meglátjátok. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után kezdődik a szervezetvezető coach képzésünk, ami folytatása ugye az előzőnek, az előző kettőnek, ami már volt, ez egészen október, illetve november 10-éig fog tartani. Visszaadnám a szót a házigazdánknak. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Köszönjük szépen az elsőprő elejű előadást Szedlacsik Miklósnak. Ugye, mint már mondtam, Bartatusek Jánosnak hívnak. Civil foglalkozásom eredendően vasesztergályos volt.
Aztán még 10-15 szakmát kipróbáltam, mire rájöttem, hogy nem nagyon megy ez nekem. És utána elkezdtem foglalkozni spiritualitással, ott is elég sok területbe belekóstoltam, míg meg nem találtam Szedlacsik Miklóst. És hát ugye most mindenki megtapasztalta a teremben, hogy milyen elemi erejű előadásra képes, úgyhogy mindenkinek tanácsolom, hogy akinek van lehetősége, jöjjön el és tapasztalja meg, milyen itt a teremben ülve végig hallgatni egy ilyen előadást. Mi 235 kilométerről jöttünk, úgyhogy még az sem akadály. És aki nagyik a termet, az sem baj, mert ugye már Szedlacsik Miklós azt is mondta, hogy akkor bérelünk nagyobb termet. Szóval csak nyugodtan tapasztaljátok meg. Most visszatérek az eredeti szövegre. Családi helyzetem. Van egy feleségem és egy kislányom. És hogy miért kezdtünk el tanulni, hát azt már így be is vezettem, hogy azért, mert nem hallottam ilyen előadásokat. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, milyen, amikor bankba kell menni. Összeszorul az ember nyomra, nem? Mert nem tudod, miről van szó, és mit fognak mondani. Hát én járok, de most már előszeretettel, mert egy kicsit megnyagatom őket, mikor van rá lehetőségem, és azért, mert megtanultam, hogy kell bánni banki emberekkel, meg pénzzel. Előtte fogalmam se volt róla, fogalmam se volt. Tehát a 5 év alatt megtapasztaltuk, hogy az életünk szinte minden helyzetére kaptunk olyan az életben használható tudást, ami alkalmazható mindenhova. Na, ez se volt sehol. És azt tanácsolnám mindenkinek, hogy aki épp most talán először van itt, vagy először hallgat előadást Szedlacsik Miklóstól és PPH-s előadást, ugye, akkor ne gondolkozzon sokáig, fizesse be a tandíjat és kezdje el a tanulást, mert higgyetek el, hogy megéri. És most ezután 20 perc szünet következik, pontosan az idő 19:37, tehát akkor egészkor, mondjuk azt, hogy egészkor kezdjük. Köszönöm szépen, legyetek pontosak, hogy kezdhessünk. Köszönöm.